T.D. Nes Tamás matematikus kriptográfus, akivel az Üzenet az Istenektől Móricz János legendáriumát nyomába című könyvről fog beszélni, aki Zeller Richárd neve fémjelez, és hát gyakorlatilag ez a könyv, ez egy leleplező könyv. A történetet gyorsan elmondom, jó, hogy ha valahol tévednék, akkor legyen kedves szóljon közben. Móricz János Ecuadorban, egy barlangban talált ilyen aranylapokat, amin különböző ilyen ismeretlen írásjelekkel történetek voltak, vagy ilyen üzenetek az emberiségnek, legalábbis Móricz János így nevezte ezeket. Titkos írással voltak fellelhetők. És ő találkozott egy Erik von Däniken nevű íróval, ugye svájci íróval, akit mindenki ismer, egy szenzációhajász svájci író, akivel ők ezt megbeszélték, és megkérte Móricz János, hogy erről, ameddig nem derül ki, hogy valójában mik ezek az aranylapok, addig erről egy szót se ejtsen. Ezzel szemben Erik von Däniken, ahogy hazaért, rögtön megírta az ő saját könyvét. Nem tudom, a címé, egyébként ott van Kozmosz, a Kozmosz üzenete címmel, amiből ugye aztán szépen elindult egy ilyen szenzációhajház könyvsorozat, amiből az Erik von Däniken nagyon szépen meggazdagodott, viszont Zeller Richárd könyve ezeket a dolgokat, főleg ebben a könyvben leírt dolgokat egy egészen más megvilágításba helyezi. Tehát, hogy egy olyan történet tárul most az olvasó szem elé, egy szemtanú segítségével, ami egészen más irányba tereli a olvasó figyelmét. Mit lehet tudni erről a könyvről, mit kell tudnunk erről a könyvről, amit én még nem mondtam el? Nagyon jó, hogy így vezette fel, mert az igazi probléma pontosan az, hogy Móricz János is, meg Däniken is beszél valamiről, amiről ők azt állítják, hogy létezik, tehát ezek az aranylemezek és titkos írással megírt aranylemezek, ezek léteznek, egy hatalmas kincs, egy hatalmas barlangba, amiről egyébként Däniken azt állítja, hogy az csak földön kívülieknek a képződménye lehet, de igazából senki nem látta ezeket. Tehát ez az igazi probléma. A Richárd onnan indult el, hogy ő azt próbálta kideríteni különböző, megpróbált dokumentumokat keresni erre a problémára, hogy egyáltalán ezeknek a létezését, egy óriási expozíciót szerveztek egyébként oda Ecuadorba, aki egy nagy létszámú, nem tudom, 30 valamennyi ember, ahol az Armstrong, aki a Holdra lépő egyik űrhajós volt, az is részt vett az expedícióba. Tehát egy nagyon látványos expedíció volt, akik a barlangba bementek, és a barlangot látták, de a kincseket nem látta senki. Na most igazából ez nem az én területem, én titkosításkutató vagyok, és tulajdonképpen, amikor elkezdte felgöngyölíteni a Richárd azokat a bizonyítékokat, amiket meg lehetett találni, részben interneten, mivel ő se járt Ecuadorba, részben pedig találkozott olyan emberekkel, akik találkoztak Móricz Jánossal, meg Denikennel, meg, és nagyon becsületesen megpróbált interjús formába összeszedni információkat. Mindenki körülbelül ott hallgatott el, ahol valami tényt kellett volna arról mondani, hogy hát na, hogy néznek ki ezek a kincsek. Most azért keresett meg, mert az érdekessége az a dolognak, hogy ebben a barlangban viszont, vagy a barlanggal párhuzamosan Ecuadorban egy szerzetes, egy óriási, ilyen úgynevezett lemez, nem arany, de fém lemezekre rótt, ilyen különböző figurákkal és titkos, vagy nem megfejtett jelekkel úgynevezett lemezkönyvtárat hozott létre. Ne haragudjon, most elfelejtettem, azt Richárd tudja, meg a könyvben szerepel az illetőnek, ennek a szerzetesnek a neve. És ezt a kettőt, ezt összevegyítették. Na most igazából az volt a hipotézis, hogy ennek a kettőnek valami köze van egymáshoz, és mivel ezeken a lemezeken valóban titkos írás, vagy legalábbis nem ismert írás volt rajta, és én pedig akkor már a Titoktan trilógiámmal, amelyik, mint a neve is mutatja, három kötetre volt tervezve, de ma már öt kötetnél tartok, ebből három jelent meg könyvnyomtatásban. Tehát a titoktan.hu honlapon keresztül megtalált engem, és azzal keresett meg, hogy hát próbáljam meg megfejteni
azt a néhány darab fotón látható képet, ami erről a lemezkönyvtárról van. Nem az aranykincs, tehát azokról a... Hanem a szerzetes által létrehozott könyvtár. Igen, ez egy másik. Amiről aztán az ő könyvébe majd az olvasók megláthatják, nem árulom el igazából a poénokat, de a kettő közötti összefüggés majd kiderül. Minden esetre az én kiindulási állapotom az volt, hogy próbáljam azokat a jeleket valahogy beazonosítani. Ráadásul ugye eléggé hasonlítottak a rovásírásos jelekre, de nem az egyébként, és mindenféle elméleteket társítottak ehhez a lemezkönyvtárhoz, amit ez a szerzetes hirdetett ott Ecuadorba, szegény, amíg meg nem halt, és hát e körül is egy óriási legendárium keletkezett. Ezt a könyvtárat egyébként lehet kutatni? Tehát ez kutatható dolog, vagy erről a szerzetes beszél, úgy rá lehet nézni, de már nem beszél, már nem meghalt, beszélt róla. De az, ez legalább kézzel fogható. Tehát be lehetett menni, és lehet. Igen, vannak fotók, szerepel benne a Richardnak ebbe a könyvébe is, meg egyébként interneten is, meg egyébként, tehát az egy kézzel fogható dolog, az létezik. Tehát akkor ezek szerint ez most egy újszerű megközelítés a kutatásnak, eddig a kutatók nem így kutattak? Nem, a kutatás az így zajlik, de itt kapcsolódik össze ezekkel a legendáriumokkal. Ugye én a titkosítás kutatással foglalkozom immáron több mint 30 éve, és ugye tudjuk azt, hogy például vannak a mai napig megfejtetlen olyan írások, szövegek, amiket nem tudunk megfejteni. Többek között ez volt az első dolog, amit felvetettem a Richardnak azzal kapcsolatban, amikor ezeket a lemezkönyvtárbeli fotókat hozta. Nagyon hasonlók egyébként az azon lévő jelek, mint a magyar rovásírásról megtalált régészeti leleteken találhatók. A helyzet az, hogy például ugye van egy nagyon érdekes dolog, egy középkori kódex, a Rohonci kódex, ami egy egész kicsike, ilyen 10 centi nagyságú kis könyvecske, ami néhány lapból áll, és a mai napig maga az az írás, ami bele van írva, az megfejtetlen. Na most ez, itt az összefüggés az annyi, hogy nekem az volt az első kérdésem, hogy mennyi olyan fotó, illetve olyan adalék van ebből a lemezkönyvtárból, amiben hasonló vagy azonos írásjelekkel írt szövegek vannak, ugyanis a titkosírások megfejtésének például az egyiptomi hieroglifák esetében is az volt az egyik legnagyobb problémája, hogy megfelelő mennyiségű mintának, jelnek kell rendelkezésre állni. Akkor lehet beazonosítani, hogy mit jelent. Így van, és még ez is az egyik probléma. A másik az, hogyha van megfelelő mennyiségű jelünk, akkor lehet azt megnézni, hogy egyáltalán milyen szisztéma szerint készült, mert ugye nem olyan nagyon régi a betűírás. Tehát az emberek rögtön arra asszociálnak, hogy melyik ilyen milyen betűnek felel meg, na, de az egyáltalán nem biztos. Mert igen, mert lehet, szavakat jelent, például, vagy egész mondatokat. Így van. Kicsit térjünk akkor vissza a Richardnak a könyvéhez, ugye, mert hogy ez a halmaz elmélet is akkor ezen a könyvön keresztül is megfigyelhető. Tehát gondolom, hogy ugyanúgy a kutatások. Tulajdonképpen ez a klip mutatja azt, hogyha van egy képünk, egy csillagképünk, amit mi innen látunk, az tulajdonképpen egy rendezetlen halmaz, és amit mi ismeretnek, tudásnak fogunk fel, az nem más, mint az, hogy ebbe az ismeretlen halmazba valami fajta szubjektív képet az általában ismert világból oda így helyezünk. Így keletkezik például az Omega Centauri csillagkép, amit az űrteleszkóp mutat. Ebbe egyszerűen, ha összekötöm a legfényesebb csillagokat, akkor egy ilyen piramis csillagképet tudok előállítani, ami egyébként nem létezik. Igen, hiszen ezek a csillagok esetleg több száz fényévre vannak egymástól, nincsenek is egy térben. Lehet, hogy az egyik már nem is létezik. Ez csak az én fejem köti össze, hát hiszen ők nem tudják, hogy létezik, hogy ilyen, hogy piramis. Na most a Deniken ezt fordította meg, és ő azt mondta, hogy itt a Földön létező alakzatok, amiket nem tudunk megmagyarázni, azok Földön kívüli képződmények, holott összesen ennyiről van szó, pillanatnyilag annyit tudunk róluk, hogy valamilyen rendezettségük van, amit mi nem tudunk megfejteni, hogy az hogy jött létre, csinálunk egy általunk rávetített valamilyen képet róla. Na most a Richardnak ebbe a könyvébe az a,
az a szép, és az a, ami feltétlen követésre méltó, hogy ő a kutatásnak azokat a lépcsőfokait, fázisait, amiket egy kutatónak meg kellene mindig tenni, ellentétbe azzal, hogy valami fajta ilyen legendáriumot bedob a köztudatba, és akkor ebből egy ilyen PR, szenzációhajházást csinál. Ő végigjárta azokat a lépcsőket, hogy a maximális információt begyűjtse ezekről a dolgokról, és utána leírja azt, hogy ebből ennyi az, ami tudható, és nyitva vannak azok a kérdések, amiket még továbbiakban meg kéne. Például, ugye, hogyha egyszer senki nem látta még azokat az aranylemezeket, akkor arról csak ez a legendárium marad. Tehát Móricz János állítólag látta, ezt elmesélte Danikennek, aki állítólag látta, és állítólag, tehát ez a ha-ha-ha. És a Richard beszélt olyanokkal, akik beszéltek ezekkel az emberekkel. Tehát akkor valójában kézenfogható bizonyíték erre még mindig nincsen, csak ennek a két embernek, meg azoknak a tanúknak a szava, akiknek vagy hiszünk, vagy nem. Meg a lemezkönyvtár, ami viszont létezik. Igen, ami nem feltétlenül van kapcsolatban azokkal az aranylemezekkel. Meg a barlang, amiről elmondják, hogy az tényleg egy óriás, és amiről Deniken azt mondja, hogy az emberi kéz által, vagy a természet által nem jöhetett létre, az csak földön kívüliek műve lehet, mert mit tudom én, 30 méter magas termek vannak a barlangban, meg szóval ez gyerekes dolog, igen. Tehát láttunk itt a földön már sok olyan képződményt, amiről, például a piramisokat, amiről nem tudják megmagyarázni, hogy képződött. És ettől, mégis. Na, tehát ettől még van, és nem feltétlen földön kívüliek. Akkor ezek alapján, a bizonyíték alapján még az amerikai bíróságok esküd széke is se tudnának hitelt érdemlő ítéletet hozni, tehát hogy gyakorlatilag 50%. Az esküdcék az valószínűleg tudna, mert ők szavazat alapján csinálják a dolgot, tehát az, hogy mennyire győzte őket meg a védőügyvédnek a veszélye, de hát az nem egy tudományos. Ennek a könyvnek akkor nem ez a feladat, hogy meggyőzze az embereket, hanem hogy gondolatokat ébresszen, és további kutatásra sarkalja azokat, akiket esetleg ez a téma érdekel. Így van. Jaj, de szépen ezt foglaltam. Ez e-könyv formájában lehet még csak ugye elérni, tehát ilyen pillanatban nyomtatásban egy nem, van nyomtatásban. Már nyomtatásban is? Van nyomtatásban. Hogy hol lehet hozzájutni, akkor elő egy pár szót még tényleg így a beszélgetés végére. Hát azt hiszem, hogy fel van írva az e-könyv elérhetősége, én fejből nem digitalbooks.hu. Így van, csak így van. Tehát ott abszolút hozzá lehet férni le is lehet tölteni, meg lehet rendelni, és egyébként szerintem nyomtatásos formába is meg lehet rendelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és remélem, hogy jobban ki tudjuk bontani még a annyit hozzáteszek, hogy a titoktan.hu oldalon is megvan a linkje, mert van saját honlapja a Richardnak, és oda hozzá lehet jutni, és akkor a titoktanról is többet lehet tudni. Köszönöm még egyszer, hogy itt én volt velünk. Köszönöm.